Tehát mi a Peszák könyvecskéből olvasunk rabas cikket, a 72-es levet fogjuk olvasni, nincs angol szövegírásban, kaptévé lehet kérdéseket föltenni, tehát rabas írásai, 72-es levél, nincs angol írásbeli fordítás, hello minden barátunknak, én valóban arra kérlek benneteket, hogy írjatok nekem minden alkalommal, amikor valami új dolog történik veletek, a családotokkal, az egészségetekkel, vagy a pénzügyi állapotokkal, mert valóban aggódom, ha nem hallok rólatok semmit hosszú ideig. Rabant Gamliel mondja, amikor valaki nem tesz meg három dolgot a húsvét alatt, akkor nem tartja be a kötelezettségeit, és ezek a dolgok a Peszákban, ez a Peszák, a macát és a Maró, és nekünk ezt magyaráznunk kell, mert ez azt jelenti, hogy a munkának a sorrendje, az meghatározott sorrendben kezdődik, és miután felülről megérkezik a segítség, ahogy ezt a bölcseink mondják, az ember vágyai, minden nap túl kell, hogy lép. Minden nap túl lépnek az emberetől ez emberen is a halál felé viszik, és az ember a teremtő nem tud megtenni semmit. És meg kell, hogy értsük ebből, hogy csak amikor az ember el kell kezdeni, dolgozni, akkor kell kapat és igényli, akkor segítséget felülről. És itt van egy szabály, hogy ha az ember nem kap segítséget, csak akkor, amikor szüksége van rá. Azaz, amikor az ember látja, hogy semmit nem tud megtenni egyedül, különben a segítségre való igénye az nem lesz valódi igény, mert önmagában ne, nem tud megtenni semmit, mert az ember lusta, és az lusta ember az nem emelkedik. Csak amikor az ember valóban sóvárog a teremtőre, akkor kap segítséget. Ahogy ezt a bölcseink mondják, legyél erős, mint a tigris, és az egódat szökej el, mint a gazella, akkor lehet szabad. És ezért a, a macakkal kezdődik minden, a macak, és az igény, az együtt kell megjelenjen, ahogy mondjuk. Ahogy azt a bölcseink is elmondták, hogy soha nem tudjuk megszerezni a jó szándékot a gonosz szándékunk felett, és Rashi ezt úgy magyarázza, hogy az embernek egy belső harcot kell megvívni a gonosz hajlamával, és az, az, ember minden nap szembe ütközik a gonosz hajlamával, és meg se tud mozdulni a saját helyén, még egy kis így mértékben sem, éppen ellenkezőleg az ember egyre rosszabbá válik, és akkor kezd el érezni azt, hogy jobbá válik, ezt hívjuk Marónak, és és erről Ari ír, hogy Izrael miközben a megváltás felé halad, meg kell, hogy értse a 49 kapuját a tisztátalanságnak, és akkor a Teremtő feltárja magát Izraelnek, és megváltja őket. És valóban nehéz ezt megérteni, hogyan mondhatjuk azt, hogy mielőtt Mózes Áron nem, megjelent volna Izrael nemzetében, az isteni munkát és missziót azt a tisztátalanságba kellett végezni. És csak kizár, amikor Áron és Mózes megjelent, és megmutatta a nemzetnek, mindenféle jeleket tettek, csak akkor tudták az emberek, hol van a 49 kapuja tisztátosan. A lényeg tehát az, hogy minden az ember érzéseitől függ, mert az ember nem tud semmilyen valóságot megfelelően érezni önmagától ahogy azt a bölcseink kijelentik az ember nem láthatja a saját ö, ö, romjait, a, csak amikor a tórát és a parancsolatokat a többiek érdekében tanulmányozza, látja meg az igazságot olyannak, amilyen. És ez, ehhez kell a segítség felülről, mert csak azzal lehet ezt megoldani, és akkor lehet látni az igazságot. Ezért, mielőtt Mózes és Áron megjelent a Nemzetben, nem lehetett megkapni az igazságot, csak miután ők megadták a jeleket, és megmutatták a jeleket a nemzetnek, mondhattuk azt, hogy az igazság feltárult, azaz, akkor látták a 49 kapu, tisztátalansági kapu legalsó szintjét, és akkor derengett fel a megváltás. Tehát, miután érezték a keserűség kenyerét, akkor fölemelték a valódi imát, és akkor kiderült, hogy a Maron, az felül a keserűség a felülről származott, azaz Mose és Á, Mózes és Áron a jeleikkel együtt a, 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 a teremtő küldöttei voltak, hogy megmutassák a nemzetnek a valódi utat, és akkor kapták meg a Passover-t, a, a Peszákot, amelyik Izrael házának a bejáratát jelenti. A Peszák az azt jelenti, hogy keresztül hatolunk, ami azt jelenti, hogy keresztül hatolunk a következő szintre. Mert a mi munkánk, a, a a tanulása, az pontosan azért történik, hogy minden egyes alkalommal egyre mélyebben tudjuk a tisztáltalanságra behatolni, és csak azáltal, hogy látjuk a valódi és igaz állapotot, csak azzal tudja az ember kérne teremtőt, hogy a valódi imát mutassa föl, és akkor megkaphatja az ember a segítséget. És ez a lényege, a peszaknak, a Maszaknak és a Marónak, hogy ezeket hármat együtt kell használni, különben az ember nem tudja elérni a megváltást, mivel a gula és a geula közötti szó, azaz a száműzetés és a gyógyszer közötti különbség az alef betűben nyilvánul meg, és ez tisztán mutatja nekünk, hogy csak miután az ember érzi a száműzetést, akkor az alef feldereng, feltárul, és akkor a teremtő megjelenik a világban, és akkor elkezdhetjük megérteni azt, amiről a bölcség mondják, hogy mi a maró, ez az, ami vezet bennünket, a haszramana, azaz ő kegyelmet ad önmagunk felett, és ilyen módon nehéz megérteni, mert mi megkapjuk, hogy a teremtő kegyelmes volt velünk, és ezért valami édeset is ad neki, nem csak keserűt, de annak érdekében, hogy valóban a valódi valóságot érzékeljük, és hogy a Teremtőtől segítséget kapjunk, először a keserűséget kell érezni. És ez a manónak a lényege, hogy az nem érezhető addig, amíg az ember nem látja, csak a Teremtő segítségével érezheti a valódi állapotát. Ezért van mondva, hogy a maró az a teremtő kezéből kapjuk, és a teremtő kegyelmet mutat a mi irányunkba, és meg, azáltal, hogy megmutatja a keserű állapotunkat, azért, hogy elérjük a megváltást és a megszabadítást. Rav, én azt gondolom, hogy ez a levél. mindenhez hozzáad, ami, és kiegészíti mindazt, amiről eddig beszéltünk, és az előző leckében, és az elmúlt napokban, amiről beszéltünk. És végső soron az egész húsvét az az előző fejlődésünk lezárásából indul, tehát Babilon lezárásaként, tehát abból, amikor mi egyre jobban elkezdtünk önmagunkon dolgozni és összekapcsolódni, és lényegtelen, hogy mi fel, mit árult fel, hogy így, vagy úgy, vagy amúgy, ami nem befolyásolta mi előadásunkat, ami ki érdemeltük a megváltásnak a csodáját. Van valamilyen kérdés ehhez? Kérdezi Ram. Kezdetben beszél a lustaságról a cikk, mi határozza -e meg azt, hogy az ember lusta, hogyha a csoport befolyásolja, tehát a környezet befolyása, akkor mit jelent a lustaság? Mi határozza -e meg a lusta, vagy nem? Hova van ez a pont? A holland srác kérdezett, aki egyébként pedig kazah. Ezt úgy hívjuk, hogy keménység, nehézség, motivációhiány, motiváció hiány, hajtóanyag hajtó hiány, fontosság hiány. Ugyanezek a dolgok ezek, ezek a szavak ugyanazt hordozzák a fontosságnak a hiányát. Ramos ad erre egy egyszerű példát. Tehát, tehát van egy tűz otthon, akkor megpróbálsz menekülni a tűztől. Tehát, tehát, a lusta ember pedig nem akar menekülni. Hogyha nincs veszély, akkor az ember azt mondja, hogy nem élek el annyira. Történik, ami történik. Ha van a párnám, amire tudom hajtani a fejemet. A fontosság az, ami minden megadja az erejét. Dicső, hogy lustaság egyébként. A felébresztésünkben hanem a fontosság hiányzik, a hasivút, a fontossága a célnak, a következő állapotnak, Hogy a, hogyha mi arról a folyamatról beszélünk, amely a természetünk ellenében vezet bennünket, a mi természetünk az oly, ugyanolyan, mint bármelyik állaté, mi a, a nyugalom felé hajt bennünket, tehát mi szeretnénk nyugalomba kerülni az, az, az egónkkal, hát hogyan tudnék előre haladni a munkában annak érdekében, úgy, hogy megelégedett legyek, és ki tudjak valakitől, el tudjak valakitől mindent venni. Ez lehetetlen, ilyen nincsen, ez nem működik. Tehát mi rendszerről kell, hogy beszéljünk. Ugye ez olyan, mint a, az autóban a rendszer. Hát tud az autó üzemanyag nélkül menni? Nem tud. Tehát muszáj üzemanyagot feltölteni a gépjárművet, hogy haladjon. Tehát valami kell bele, gáz, vagy dízelanyag, vagy benzin, de valami kell bele, különben nem fog menni. Tehát mi el akarjuk érni azt az állapotot, hogy üzemanyag nélkül tudjunk menni, ugye? Ez a, ez a lustaság. Hát hogyan tudnám úgy kitölteni magam, hogy... És tehát az edényemet hogy tudnám úgy kitölteni, hogy ne kelljen hozzá üzemanyag. De ezt mi nem tudjuk megcsinálni, ez duma. És itt... Eh, közeledünk a legnagyobb problémához, hogy nem értjük pontosan, hogy hogy tudunk előre haladni, és milyen módon haladunk előre. Hogyan megyünk keresztül a teljes folyamaton, mivel nekünk el kell élnünk egy állapotot, ahol van valóban tudunk üzemanyag nélkül is haladni, de ez azt jelenti, hogy nem kell többé megszereznünk erőt, tehát nem kell a megszerési vágyokat kielégíteni, tehát akkor elérjük az üzemeg nélküli hajtást, akkor, a, akkor megszületik a valódi perpetuum mobile, mert teljesen másfajta erőt tudunk használni, egy teljesen másfajta előrehaladásban. És ez valami, amit nem tudunk még ma megérteni, hát hogyan lehet egy valóságban ilyen módon létezni, mert ott van egy gép, amely önmaga működik, egyfajta üzemanyag nélkül vagy egyfajta üzemanyaggal, amiről nem tudjuk származik. És abból jön az, az erő, hogy valaki másért dolgozik a gép. Ebből kap üzemanyagot. Mert önmagában ez olyannak fog tűnni, mint egy csoda. Ez egyszerűen működik. Nézem, nincs, nincs üzemanyag. Megnézem, van ott elektromosság, van ott valami hajtaerő, nincs. ezt mindig megmutatja, a kezeivel is. Tehát hogyan kell ezt elképzelni, hogy egyfajta... Tehát én ellenőrzöm, és azt látom, hogy semmi nincs, ami miatt működni tud. Nincsen semmilyen előnye. Akkor hogy működik? Hát itt a világban minden csak úgy működik, ha előnye van bármiből. Úgy működik, hogy az Istennek az erejében működik, az adakozása. Tehát azért működik, mivel ebből szerez erőt. Tehát hogyan tudjuk eljutni abba az állapotba, hogy ilyen gépét tudjunk válni? Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Tehát itt van egy folyamat, ami a előttünk van, és nekünk folyamatosan egyetlen dologra kell koncentrálnunk, kapcsolat, 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 mindig a kapcsolatra kell koncentrálnunk, és akkor elérünk egy állapotba, ahol, amit úgy nevezünk, hogy az ősapák fejlődése Babilontól, aztán a 7 év jó lakottság, aztán a 7 év éjség, aztán a csapások, és aztán pedig a menekülés Egyiptomból. És ezek a dolgok kizárólag egy a felső erővel való kapcsolatunk által történik, amiről nem tudunk, hogy kicsoda, nem tudjuk, hogy micsoda. Mit jelent az, hogy ő tesz dolgokat? Az, hogy a kapcsolaton keresztül, a közönyörű kapcsolaton keresztül felfedezek feltételeket, amelyeket úgy hívunk, hogy 7 év éjség, 7 év ö, ö, jó lakottság, aztán ti is csapás, és akkor meg akarunk szökni az előző állapotból, az előző tendenciából, irányúcsából, az előző paradigma rendszerből menekülni akarok. És, és ebben nem segít nekem semmi, azaz minden, ami idáig történt, és ami innentől kezdve is történni fog, az kizárólag a teremtő által történik. Én azt látom, hogy amit tettem eddig, az rossz volt. És valami új kell, hogy feltáruljon. Valami új kell, hogy feltáruljon. Amely egy képesség, a megértésnél a képessége, hogy tényleg érezni tudjuk a munkát, és ez a fajta gép, mindenféle üzemanyag nélkül, minden fontosság nélkül, minden kitöltés nélkül, teljes egészében a felső erő által van működtetve, és hirtelen történik meg mindez, hirtelen egy ragyogás jelenik meg felülről, és elkezdő dolgozni a gép, elkezdő magában működni mindenféle hajtóerő és önanyag nélkül. Abban a mértékben, hogy megjelenjen valami fajta ragyogás, és akkor ez akkor össze tudok hirtelen kapcsolódni másokkal, mondja, akkor végre tudok hajtani cselekedeteket, energiám lesz mindenféle dologra, és ez egy csoda. Ez az, amire mi várunk. Mindenki akarja a csodát, én már látom az arcotokon, mondjára. Benzi. Hogyha az ember nem sem, nem érzi magát arra, hogy ez kötelezve legyen, de Benzi most fordít. Tehát tartsuk ezt egyszerűen. Tehát mi egyszerűen elfelejtjük, hogy mi mindannyian akarunk valamit valakitől. Az egónk erre ostoroz minket. Tehát tartsuk ezt egyszerűen. Természetesen van itt mélyebb magyarázat, de egyelőre ez elég. Az ember soha nem tudja felfedezni a saját hibáit. Annélkül, hogy a fény ne ragyogjon felette, mert ő csak a felső a összehasonlításban tudja a hibáit felfedezni, akkor láthatja, hogy ez meg, ez meg ez meg ez az én hibám. Hogyha a fény nem ragyog az emberen, akkor nem látja az ember a hibáit. Hogyha a fény illuminál rajta, akkor a hétköznapi állapotból az ember látja az összes hibáját, és azt látja, hogy ezek jó dolgok, hogy ez föltárult, mert a jó minőségeket ugye leváltani. Tehát minden a fénytől függ, amikor a fény egyre jobban ragyog, vagy kevésbé ragyog, ez egy nagy kérdés, vagy valami köztes állapotban ragyog. hogyan tudjuk mi a érezni, hogy mi valóban ö, előre tudjunk ugrani. Tehát minden csak a kapcsolatban történik, megmagyarabb. Tehát mi a törésnek az eredménye vagyunk, az edények törésének. Mi ezt tanuljuk a kavala bölcsességén belül, az edény az eltört, és nekünk kell újra megalkotni, újra felépíteni, és nekünk ezért a valódi kapcsolatra kell egymáshoz lépni a korrekció érdekében. Tehát az egész munkánk az a körzetünk lévő kapcsolatra irányul. Mindannyian gyakorlatilag ennek a törött edénynek vagyunk a részei. Ezért minden, ami történik, minden, amiről a Tóra beszél, miről beszél és mit mond nekünk, ez arról beszél, hogy a, a, a tudásfájának a bűnne óta ez a bűn hogyan fejlesztette a gonosznak a felismerését és aztán a korrekcióra való igényt hogyan emelte föl? Tehát nem azt mondja nekünk a tóra, hogy Babiont akarja kiterjeszteni, hanem, hanem azt, hogy a, hogyan fogja fölemelni a gonosz hajlamnak a, a feltárulását és a korrigálását. Tehát itt különböző fajta munkák jelennek meg, majd de még erről beszélünk. És Babilontól egy korrekció indul meg, ami a kapcsolatban jelenik meg, az emberek közötti kapcsolatban. Azaz a törésben a, korrekció, a, a törés korrekciójában, bocsánat. Tehát csak abban a jelenségben, amely az ember a, a kapcsolatban tár föl, csak ezen belül lehet korrekcióról beszélni. Tehát semmilyen munka nincs, ami ezen a méretűsön kívül lenne. Lehet a Galud és, és a Gulák közötti különbség, ami gyakorlatilag a gyűlölet hegyén való fölemelkedés jelenti, és mindezek a helyzetek, mindezek a dolgok, amin keresztül kell mennünk, azok egy nagyobb módon köteleznek a kapcsolatra. És különböző jelenséget okoznak, amin keresztül megyünk, és ezek mind egyre jobban és jobban kötnek bennünket össze. Erről, erről beszél a Tóra, semmi másról. Tehát ez azt mondja nekünk, hogy mi a korrekció útján vagyunk, ezen kell keresztül mennünk, ezen és ezen a módon kell keresztül mennünk, a reformáló fény által, a kezdettől a gonosz feltárulásán keresztül, egészen a végéig, amikor mi eljutunk az adakozásnak a minőségéhez. De mindez, az csak a törőt edényben jelenik meg, amely állandóan megpróbálja a kapcsolatot fenntartani, és ennek megfelelően beszélhetünk arról, hogy mi az, ami törőt, és hogyan tudjuk ezt korrigálni. A reformáló fény által, ami felülről eszkedik ránk. A legfontosabb dolog, hogy képesek legyünk ezt az irányultságot fenntartani. Hogy ne meneküljünk el a képtől, amit ránk sugároz ez, és ne meneküljünk bele különböző formákba. Tehát nekünk megvan az árvotunk, és a teljes megvalósítása ott van a kapcsolaton belül, és ez a kapcsolat valóban különböző szociális tevékenységben nyilvánul meg, mint például a terjesztés, de a legfontosabb dolog a mi számunkra az, hogy érezzük a belső kapcsolatot egymás között, itt a csoportban. A belső szívek között, a szívek belső pontja között, bocsánat. és ennek az attitűdnek, hozzáállásnak a barátaimmal egy irányultságot, egy tendenciát kell megadnia, hogy én teljes egészében hozzá akarunk kapcsolódni, és a fény akkor tud bennünket korrigálni. a, a közösség befejezésének a folyamata, során, tehát tudhatom én, ugye melyik szöveg az, amelyik azért született, hogy én, tehát vannak szöveg, amelyek a fény bevonását segítik, vagy egy-egy csak a közösséggel való kapcsolatom segíti ezt. Tehát, hogy a helyes állapotot magam tudjam vonni, akkor az imában mi a fontos? Az összekapcsolódásunk vagy a szöveg? Természetesen, mondja Tehát egyetlen szövegesen tudjátok, hogy hogy kell olvasni, ha nem érzitek azt, hogy mi a, mi a nyelvezet, ami meg lett írva. De mégis, mondja nem jó, hogyha ezt e nem tudjátok, ezért a sokkal előnyösebb, hogyha megtanuljátok a nyelvet, amit megértetek, és amin keresztül érzitek, hogy a nyelvezeten belül meg tudjátok vizsgálni az összes feltételt, hogy valóban kérni vagytok képesek. És itt van egy oka mindannak, hogy ezeket a könyveket mi lefordítjuk oroszra, meg angolra, meg mindenféle nyelvekre. Majdnem minden fontosabb nyelvre, nagyon sok nyelvre, amire csak tudtuk, lefordítottuk, ez egy nagyon értékes munka, és fontos, de még hogyan kell ezt értelmeznünk a szövegeket is. Tehát lényegtelen, hogy a szöveg összezavar benneteket. Tehát én fogom az eredeti szöveget, és én elkezdek rajta keresztül menni, és talán kikorrigáltok bizonyos kifejezéseket az én szintemnek megfelelően, és lehet, hogy ez kényelmes a számomra, én ezt szándékosan csinálom így, és akkor én egy fél év, egy év után, amikor visszajövök ugyanez a szöveghez, akkor újra ki kell korugálnom. és akkor megnézem megint az eredeti szöveget, és látom, hogy hogy korrigáltam ki. És ez nekem segít például. Tehát nektek a szövegekkel kell, kell együttműködni, az nem kérdés. Oké, először a, szöveg, először a vendégek. Ha a vendégek nem kérdeznek, akkor kérdezhet más. Milyen, melyik edényben érzettem a csodát? Kérdezi a srác. Tehát te a csodát az új edényben érzékeled, amit megszereztél. Te ezt a csodát, mert mindannyian egyszerre fogod érezni ezt a, azokkal, akik lesz a lehetőséget megteremtetted, akik kívül vagytok már a. A, az, a, a fe, abból, hogy magatok felől aggódjatok, és egyfajta olyan élet dereng föl számotokra, ahol az önmagatokra irányuló aggodalom már ismeretlen. Még nem értétek el, de már látjátok ezt, és ez egy érzés, amely nem is létezik még. Az ember megpróbálja ezt érezni, amennyire csak tudja, de soha nem fog ezt igazán teljes mértékben érezni. Orosz srác kérdez. Én helyes módon értem, amit mond, a csoda az, az nem a szamárnak egy utalom. De, ez egy utalom! A, ti erőfeszítéseid a te előfejlesztése eredményképpen ez egy utalom. Tehát én vágyom a másokkal való kapcsolatra, a kölcsönös garancián keresztül én viszonossági módon felfedezem a kölcsönkapcsolatot, a kölcsönös egymás iránti figyelmet, és ez az erőfeszítés az, hogy magamon kívülre figyelek, ez beöltözik a többiekbe, érezni fogom a többieket önmagam helyett, hogy meg tudjam valósítani, fel tudjam ismerni, hogy ez a felső világ, vagy a következő világ, amit látok. És minden erőfeszítés, amit teszek, azt azért teszem, hogy elérjem. Mert én még nem vagyok ott. Én nem tudom megragadni, még akkor sem, hogy érzem, hogy mi ez. Tehát én egyre jobban kell, hogy lássam, hogy semmi nincs ebből a minőségből bennem még, amit keresek, és ez azt jelenti, hogy én tökéletes sötétséget tárok föl magamba, és akkor. Pak, megtörténik a csoda. Ez, mint egy ajándék, jelenik meg az új edényekben, vagy hogy működik ez? Igen, mondja Rav. Hogy őt kérdezni? Oké, okay. akkor amnon kérdezzen, tehát akkor már nincsen vendég, ugye? Köszönöm. A, a dolognak a lényege, tehát az, hogy az embernek törekedni kell az igazság feltárására. Igen, mondja Tehát akkor megjön a képesség, hogy előre adjon a jó megérzésére, és az igazságot csak úgy tudja valaki felfedezni, ha már átmegy a 49 a kapun. Igen, tehát. De nekem miért kell akkor felfedeznem a világot? Tehát ez így is úgy is eljut az emberhez. Felfedezni az igazságot azt jelenti, Ugye a tisztáságon keresztül fölvezet a valódi természetet, mert ez az igazság. Az igazság nem az Isten igazsága. Tehát annak érdekében, hogy te lásd a 49 tisztátalansági kapunk keresztül önmagad, neked neked a 49, ti... bocsánat, hogy lásd az 50. kap után a szentséget, látod kell a 49 tisztátalansági kapun keresztül az ellentétét, a gonoszságot. Tehát, hogyha én átemelkedem ezen a 49 kapun, akkor a jóságot tudom megtapasztalnom. Tehát mondjuk, Vegyük Moti-t például, és azt mondom neki, Moti, vegyük például 5 Az a fia. Tehát Moti. Tehát nekünk meg kell enni 5 villát, meg 5 kést. És 5 és poár bort, akkor rám néz, és azt mondja, nekem elég egy kanál, egy villa, nekem nem kell 5, bocsánat, ennyivel kell enni. Tehát nem, nem kell 5 villa, 5 kanál, meg 5 kés, Egy kanál, egy villa, egy kés, az elég mit próbálok meg itt elmagyarázni nektek, hogy fokozatosan én elkezdek dolgozni rajta, hogy ő elkezdje érezni, hogy a, nem tudja mi a jó, mi a rossz, hogy ezen a módon vagy ezen a módon csinálj valamit, elkezdi felfedezni, hogy én az ő intelligenciát akarom növelni, és elkezdi érezni, hogy ő elmerült a saját vágyaiban, és ezt egy rossz módon csinálta. És ezért Neki, neki két erővel kell dolgozni, tehát két kése, két villával, két kanállal, és aztán vannak nagy tányérok, kis tányérok, salátás tányér, stb. Tehát most, minél jobban ő emelkedik, minél jobban érzi, hogy milyen volt előtte, annál jobban kezd el érezni, hogy ah, hogyan tudtam én egy villával, egy kanállal lenni, egy kanállal, most van tíz, tíz edényem, tehát én, én még nagyon fontosságot tudok tanúsítani mindennek, és akkor most egy olyan állapotban vagyok, akkor, ahol akár 20 eszközt is tudnék használni, akkor hogyan mérhetem magam eddig egy ilyen eszközhöz? Tehát nyilvánvalóan akkor ez a, akkor már el tudta érni a 20 tisztázalas kaput, és így megy, emelkedik egyre följebb és följebb. És akkor, az ember elrendeződik olyan módon, hogy megérteni és látni, hogy milyen volt előtte, és minél jobban felemelkedik, annál jobban felfedezi, annál jobban megérti, hogy az előtte lévő, visz... előtte lévő állapota milyen volt. És akkor a 49 tisztáltalásai kapunk felfedezi annak érdekében, hogy a tisztátalansági kapuk azért, voltak, azért volt szükségük, azért volt szüksége, hogy be tudjon menni a tisztaság kapuján keresztül a szentség felismerésébe. Tehát ez a sivatag után így tárul föl. Tehát ti már meg, kell, hogy határozzátok, előre fele kell, hogy haladjatok abban, hogy hogyan tudjátok ábrázolni a saját helyzeteteket, hogy valóban elmenekülhessetek tőle. Mert akkor fogjátok érezni a számizetést, ha látjátok, kik vagytok valójában. Oké, okay, na de akkor a 49 tiszta kapu, vagy az 50 kapu... A tiszt... Nem, a tisztasági kapu az nem gyakori. Az nem egy gyakori kapu. Ez mind annak érdekében történik, hogy a számításnak a mélységét megérezitek, oké. Okay. De akkor van a 49 kapu, akkor ez a, ez a gonosz benne nem? Nektek, neked amikor felismered a gonoszt, akkor már elég a fölsírsz. Mert akkor jön a felső fény és korrigálni fog mindent rajtad, vagy rajtad keresztül. És és ebben részt vehetsz, És valóban elváhatod ezt a fényt, Különben hogyan fedezhetnél fel, hogy hogy tudsz megszabadulni ettől? A felső fény az teljes mozdulatosságban, Neked új edényeket kell állandóan felfedezned, És azt érzed, hogy oké, okay, én ezt akarom, meg azt akarom, meg azt akarom, a felső fényt akarom, És a felső fény ilyen módon, Ugyanúgy, ahogy előtte, állandóan ragyog rajta, csak egyre jobban kezded, érzéken a minőségeit. Oké okay, fiúk, de nem arra, ma a vendégek kérdeznek. A moti kivételével. Ez a litván srát. Én a 7 év jó lakottságról és éhezésről szeretnék kérdezni. ez párhuzamosan történik, vagy egyik a másik után? Nem tudom, hogy történt a -e párhuzamosan. Természetesen egyik a másik után történik, ez okokozat. Tehát semmi nincs a spiritualitásban párhuzamosan. Van három vonal, talán ez az utolsó, ami párhuzamosan történik, de még a három vonal is, ugye nehet nehi, hagat, habat, nehi, habat, hagat, tehát így, hagat, habat, tehát így épül föl, de az okozati összefüggés vannak egymással, és az okozati összefüggés az egy vas törvény, az egy beton törvény, tehát azt nem lehet átlépni. Tehát ez mind a középső vonal körül történik, nem? Jobb és a bal. Hát persze, mondja Rav. Ez néha viszonosság alapon történik de van, amikor a különleges klipákban jelenik ez meg. Baszolam szóval ír erről. Való ír erről, hogy hogy kapod vissza. A kérdés, Tehát az volt mondja, hogy a 7 év éhezés az mindig a közös vonal keresése közben jelenik meg. Jákovtól, minden, ami történik, az a közös vonalon történik minden, ami történik, a közös vonal történik is, mit A fáró az a bal vonal, de mégis ez nem a szentségé való munka, tehát nem az adakozásé való munka, és akkor három vonal az adakozásra megjelenik a maximum fölött, az számítás, az együttomi kivonulás után. De én azt kell, hogy lássam, hogy egyre közebb kerülünk Ahhoz, hogy ezt a képet stabilizáljuk. Mi azt mondtuk, hogy a csoda az önmagamon kívül történik. Én elnyelem a hiányt, a többieknek a hiányát, magyarab, és ezzel én egy egy kölcsönös viszonyt építek föl, egy hálózatot, a kölcsönös viszonyok hálózatát, és mindent ezekben a hálózatban vizsgálok meg, és ez az igazi árvút, ami ezt a hálózatot fenntartja, és ebben tárul fel a tóra. Orosz folytatja a kérdést. Tehát nekem valami különleges feltétele van szüksége. Én nem tudom önmagammal megtenni ezt, mert a fára utamatája. Meg kell próbálnunk megtenni mindent, magyarav, azért, Hogy felfedez, hogy nem tudod megtenni ezt a természet, ami a teszélyük a 49-es kapunak. M Milyen feltétel le történik ez meg? Ez egy belső dialógussal, vagy hogy? Mi a feltétel, aminek ez felterüljön? Neked folyamatosan magadra kell vonnod a, a többiekkel van a kapcsolatot, neked egy bizonyos irányba kell haladnod, érezed kell a többieknek a hiányát, hogy ez a fontosabbak, mint a, mint a te hiányod. Neked az ő vágyait az ő vágyaival kell tenned, neked fontosabbak kell tenned ö, mindezt, és neked a teljes önátadáshoz kell eljutnod. Tehát a kollektív cél az fontosabb kell legyen, mint minden más, ö, minden más, ami privát ö, a tiéd. Tehát az előrahadás az abból történik, ö, hogy megérted a kollektívnak az erejét. És akkor elérsz egy állapothoz, amely a saját felel meg, és akkor reformál a reformáló fénytéged korrigál, befolyásol téged ez pedig a körülfény tulajdonságnak megfelelő meg, és akkor egyre jobban azt megkérdezik, hogy hogy lehetséges ez egyáltalán. Tehát ugyanakkor a képtelenség maga, hogy nem tudunk megtenni bizonyos dolgokat, az hogy, az, hogy viszont a csoportoló munka a képtelenségen átemel, és nem enged, hogy elmenekülj. Tehát ez olyan mértékben, amilyen mértékben az ember a, a, a csoport erejét elfogadja, kapja meg azt az kiegészítő erőt, hogy bent tudjon maradni ebben a folyamatban, és végsősorban nem meneküljön el, és erről van mondva, hogy Izrael gyermekei felnyújnak a munkától, annak a nehézségétől, ez a 7 év éhezés is, a, mert nekik keresztül kell menni mindenféle helyzeteken, hogy ezt megérezzék. És szükségük van arra, hogy elérjék a csalódottságot és a kétségbesést. Hogy egyszerűen semmi nincs, semmi nincs, ami segíteni ennek, mi nem tudnak tenni semmit, és ez a sötétségnek a felismerése a totális sötétség. És ennélkül hogy mi nem sikeresek. De mégis, mondja mi nem menekülhetünk el? Nem menekülhetünk el. Nekünk éreznünk kell, hogy mi Egyiptomban vagyunk, a Fáraó uralma alatt. A Fáraó nem enged bennünket elmenekülni és nem enged ki bennünket, nem, menek, nem engedi azt, hogy egymásba éljünk, meg azt, hogy elmeneküljünk. Rabszolgáltként akar bennünket tartani. És mindig ugyanez az erő teszi. Az Isten. És aztán jön a csoda. Valóban egy csoda. Ez azt jelenti, hogy meg kell értenünk, hogy nincs erő. Nincs erő bennünk, ami ellen tarthatna a helyzetnek és akkor hirtelen mégis van erő, mert a felső fény, a megváltásnak az ereje, az nem azon a szinten van, ahol mi vagyunk, hanem ezért sokkal magasabb szintről árad be. Tehát a valóságérzékesnek megfelelően a uh, spültesen kívül nincs semmi. Természetesen ugyanabban a valóságban vagyok magyar. Neked csak látnod kell, hogy a, a felső erő hogyan működik a mi világunkban, mert mindent a felső erő működtet a vágyon belül. A, a vágy és az működtető erő az a vágyon belül van, és ez a két erő, amely egymásba be van zárva, ezek kezdenek egyre gyakorlatilag módon megnyilvánulni. Ez a gyakorlati megnyilvánulás az sokon érinthetőbbé válik. És láthatjátok, hogy az anyag az nincs is, hanem minden csak erőkben nyilvánul meg, ahogy a fizikusok mondják is. Tehát mind erők, csak erők. És nincs is anyag. Amikor ti keresztül mentek az anyagon, és magatokon belül elkezditek ezt nyomozni, akkor látjátok, hogy nem marad semmi, csak az energia. Meg az erő. Ez, amit most láthatunk és akkor az anyag önmagában elveszti a fontosságát, mert mi is van itt bent. Mi van az anyagból bezárva? Addig, amíg minden ember a világban nem kapcsolódik ez a hálózathoz, tudatosan, és fel nem fedezi, hogy gyakorlatilag ő a megszedési erő és az adakozási erő között vergődik, akkor az anyag önmagában megmarad. Amikor ezt eljutunk, akkor minden, akkor a világ eltűnik. Az egész világ eltűnik. Üressé válik. Letisztul. El és azért hívjuk ezt képzetes világnak, Mátrixnak, és így a korrekciónak a végén, a teljes korrekciónak a végén ez a világ nem lesz többé. Ez azt jelenti, hogy az elválasztottság, ami a spiritualitás és, a, és, a és az anyag között van, az kizárólag bennem van. Igen. És hogy az összes barátom a spiritualitásban van velem együtt. Igen. Csak. Ti minden a spiritualitásban ültök. Mind spiritualitás erők vagytok. akkor honnan vehetem az erőt, hogy összekapcsoljam ezt a két dolgot? És mi adja nekem az erőt, hogy ezt láthassam? Mi fogja megfordítani az én értelmemet, elmémet? Te egyedül, te képtelen vagy tenni bármit, nem tudod megváltoztatni. Addig, amíg te nem kapcsolsz a megfelelő közösséghez, csoporthoz, társadalomhoz, és mindenki együtt ellen kezdi ezt a megértést gyakorlatilag fordítani, mert bennük elérheted el ezt a hálózatot, amely a felső fény feltárása az megfelelő. És akkor folyamatosan elkezdődik a belső munka, hogy egyetlen hálózatba kapcsolódjanak egyetlen edényjel, és folyamatosan úgy hagyjanak előre, hogy egyre több erővel összekapcsolódjanak, és akkor a fény feltárul, ebbekedése, és az ő cselekedeteik azok, a csoportnak a cselekedetei kölcsönösé válnak, és kölcsönös emelkedés és süllyedésé, és különböző állapotok nyilvánulnak meg, eh, 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 amiben elkezdték együtt érezni a kölcsönös állapotot, és elkezdik egymást befolyásolni. És akkor mindenki elkezdi látni, hogy a saját lelke, a saját személyiségé, milyen belső potenciát hordoz, azáltal, hogy a többiekhez hozzáegyezte magát. Tehát ezt lejjebb kell mennie, azt kell menni, és akkor mindenki gyakorlatilag az emelkedés sérdéseken átmenve, mindenki a saját természetnek megfelelően fog előadni. Az egyik az például, mint ellenállás működik, a másik, mint kapacitás, a harmadik, mint kondenzátor. Tehát mi mindannyian együtt működünk, a egyik, mint tekercs, impedanciás, és ilyen módon lehet, hogy lejjebb kell engednünk egy kis tekercset, és följebb kell engednünk egy kondenzátort, és ilyen módon egyszerűen megteremtjük a teljes kapcsolatot. Na most egy pillanatra megállt a Bocsánat. Na, itt van. Na, újra. Tehát mindenki egy... F... Mindenki, mert akkor mindenki, valójában mindenki egy folyamatos emelkedésben van, mindenféle zuhanás nélkül. Tehát a zuhanás az olyan, mintha. Tehát mindenki gyakorlatilag mindenki mással kapcsolatban áll, és az egyik olyan, mintha másokat kiegészíteni, és azért úgy néz ki, tehát, ha mindenki egy kondenzátor lenne, akkor lehet, az egyik az éppen tekercs, a másik kondenzátor. Tehát, ilyen módon cserégetik egymás között az energiát, egyik tölti a másikat. Tehát, mindenki gyakorlatilag az emelkedésen dolgozik, tehát, tulajdonképpen a, tej, a tudatosság önmagában, a világegyetem tudatosság emelkedik egyik szintről a másikra. Tehát, ma nekünk nincs még semmilyen kapcsolatunk egymással, ezért mi a kapcsolat hiányától szenvedünk, emiatt mi állandó zónásnak érzük magunkat megemelkedésnek, attól függően, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, vagy távolabb. De amikor mindannyian össze leszünk kapcsolva, akkor nem lesz többé zónás, mert Izrael gyermekei felsőnek a kemény munkát, az azt jelenti, hogy az ő sötétségük az megnyilvánul, ez a kapcsolat hiányából nyilvánul meg, az adakozás hiányából, és valójában ez egy emelkedés. Miért? Mert mindenki, aki a másikhoz akar kapcsolódni, az a másik felé kezd el dolgozni ezen, tehát itt mínusz van, ott plusz van, itt mínusz van, ott plusz van, és ilyen módon mindegyik kiegészít egymást, és emelkedésbe kerül. Majd találok rá jobb szavakat. Ha mi összekapcsolódunk, akkor, nincs, akkor, nincs kap, akkor nem is érzékeljük az vonást. Csak emelkedést érzékelünk, mert csak az van. De a, a rendszerrel való kapcsolatotok miatt, ahelyett, hogy ugye nem egyenáramot áramot fogtok érzékelni, nem váltóáramot, és az ki egészíti egyik a másikat. Oké, de ugye ez a. E... Oké, akkor most bejelentések vannak. Tehát ugye lesz egy éjszakai lecke most, egy nagyon fontos, most pedig megváltoztatta a schedule egy kicsit. Tehát akkor most mindenkinek van egy kis ideje aludni, ugye ma éjszaka egy nagyon fontos lecke lesz, azt a zsolt fordítani fogja. tehát este 9-ig pihenhettek, magyarra. Van még kérdés? Milyen különlegessége van a mai éjszakai leckének, Rav? Nekünk fel kell készíteni magunkat az Egyiptomba való kivonulásra, ami ma éjszaka történik. Tehát Tehát vigyetek mindent magatokkal, amit mindig akartok az egyiptomiaktól Izraelbe. Tehát, tehát, ha az egótól loptok el valamit eh, Izraelnek, az jó. Oké, okay, barátaim, mondja Rav. Tehát a csoportokból jönnek hozzánk. Természetesen mi mindenkit szeretettel látunk. Ez egy nyitott ház mindenkinek, aki hozzánk tartozik, mi más lehetne mondani. És holnap... Tehát megvan a holnapi napnak is az ütemezése már. És aztán megint együtt fogunk ebédelni. Tehát akkor hirdetik a Kabala kongresszust Franciaországban. Az egész világcsoportot meghívják erre. Leckék lesznek, workshopok, kaják, kulturális esték. Péntektől vasárnapig egy Business Village-ben, Párizs mellett. Aztán Tallinnban van, május 1-3-ig az interaktatási kurzus, ez egy egyetemen van, a Tallini Egyetemen építsük együtt a jövőt, ez a jelmondata. Kerekasztalok szerveződnek itt, terjesztések, helyi terjesztések. Örül beszélnek a részletek, itt megtalálható a kabala.infon, és jó napot kívánnak mindenkinek!